Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. Mai adásunkban elsőként felidézzük Vágó Zoltán festőművész növendékeinek bemutatkozó kiállítását, amely májusban nyílt meg a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján. Ezt követően ellátogatunk az Erdős Renéházban megnyílt időszaki tárlatra, amely Makovinyi Zoltán fotóművész természetfotóit mutatja be. Végül pedig a 31. pünkösdi kórus találkozóról láthatják összefoglalónkat, tartsanak velünk! Májusban nyílt meg Vágó Zoltán növendékeinek bemutatkozó kiállítása a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján. A pedagógus 2022-ben kettős jubileumot ünnepel, 25 évvel ezelőtt indította el festőiskoláját a 17. kerületben, emellett pedig éppen 50. alkalommal szervezett tárlatot tanítványainak festményeiből. Vágó Zoltán festőművész növendékeinek alkotásaiból nyílt kiállítás a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján. A tárlatot megrendező pedagógus 50. alkalommal tartott szemlét tanítványainak festményeiből, emellett pedig 25 évvel ezelőtt indította el festőiskoláját az intézményben. Mint utalt rá, a több mint két évtized alatt körülbelül 2000 gyermek és 300 felnőtt tanult nála. Felkértek itt egy kiállítás megrendezésére, amit én a saját képeimből készítettem, és akkor ennek az apropóján merült fel, hogy éppen nyugdíjba ment az a hölgy rajztanár, aki itt tanított gyerekeket, és kellett valaki, aki őt helyettesítse kvázi, úgyhogy így vállaltam el az első tanfolyamot 97-ben. Az elején rengetegen voltak, az egy viszonylag szabad időszak volt ilyen szempontból, hogy nem volt annyira erőteljes az iskolai tanulási metódus. Most azért sokkal szigorúbb a rendszer, hogy bent kell maradni a gyerekeknek délután, és az elején ez valóban egy ilyen felfutó tendenciát mutatott, hogy gyakorlatilag volt olyan, hogy két napon keresztül kellett csoportokat tanítanom, 40-50 gyerek volt a két csoportomban. Úgyhogy rengetegen voltak, és ez azért fokozatosan, de visszaesett a 2010-es évekre. Ezek rendszeres kurzusok voltak, ezek heti két alkalommal volt, egy-egy óra a gyerekeknek. Aztán bekapcsolódtak a felnőttek is, őrájuk úgy került sor, hogy gyakorlatilag 99-ben már felnőttek is jelentkeztek volna erre a gyerekképzésre, úgyhogy nekik külön kellett indítani egy festészeti tanfolyamot. És ez a kezdetektől fogva ez ugyanígy zajlik gyakorlatilag. Vágó Zoltán elmondta, a legfontosabb tulajdonságok, amiket át szeretne adni a csoportjai számára, azok az egyedi látásmód és szenvedély, melyek birtokában az alkotók könnyedén ki tudják fejezni önmagukat a festészet eszközeivel. 12-13 év az a minimális kor, ahol elfogadják már a gyerekek is azt, hogy vannak szabályrendszerek, és ugye kémiai anyagokkal dolgozunk együtt, tehát nem lehet nyalogatni az ecsetet, tehát az tilos. Úgyhogy itt egy kicsit nehezebb a helyzetük, mert amíg csak ceruzával dolgoztat, nem volt gond. De itt olajfestéket, pasztel krétát használunk, akrilfestéket, akvarelt, mindenféle technológiát kipróbálunk, és sok vegyszer van benne. Én azt tanítom, hogy hogyan kell festeni, technológiai, technikai megoldásokat mutatok nekik. Mindig egy kis lökés kell ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Na most tovább lépésben vagyok én jó segítség nekik. Ettől függetlenül egyébként az arszpoétikája talán az az egésznek, hogy az életünket akkor tudjuk teljesíteni, hogyha valamit csinálunk. Na most azok az emberek, akik hozzám járnak, főként idősebbek, szenior korosztály, és a szenior korosztály, amikor elmegy nyugdíjba, akkor nagyon sokszor egy kicsit úgy összeesik. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. És ez egy borzasztó nagy segítség, hogy egy újabb, kvázi, olyan, mint egy új munkahely, hogy kvázi egy lökést kapnak, hogy új kapcsolatokba kerülnek bele. És nem tudjadnak bele, úgymond, az otthoni televíziózásba, vagy kertészkedésbe. A pedagógus 36 tanítványa készítette a kiállítás során bemutatott 99 darab alkotást, melyek mind az alkalmazott technikák sokszínűségét mutatják be.
Most 36 növendékem áll itt ki, ez elég nagy szám, korlátoztuk is a képek mennyiségét. Elég változatos, vannak akrilfestmények, olajképek, vannak akvarell képek is benne, de nem volt, tehát idén nem volt különleges tematikai kérésem. Volt egy ötletünk, hogy üvegre próbáljunk meg új képeket alkotni, ezt nem tudtuk, ennek technikai akadályai voltak, de ettől függetlenül mindenkinek annyi ötlete volt, hogy gyakorlatilag nem győztük befejezni évvégére a képeket. Brunner Rezső János 2018-ban csatlakozott a közösséghez, és mint utalt rá régi tervei között szerepelt, hogy elkezd festeni, végül az iskola adta meg számára azt a motivációt, hogy megvalósítsa elképzeléseit. Igazából nekem a feleségem találta ezt a alkalmat vagy helyet. Régen a lánya még a gyerek osztályba járt, úgyhogy ismertük a Vágó Zoltánt ilyen szempontból, és én hát nagyon régóta terveztem már, hogy elkezdek festeni, egy kicsit ilyen gipszelgettem, szobrázkodtam, de a festészetet szerettem volna folytatni, és akkor jött ez az alkalom, hogy eljöttem, megnéztem, nagyon jó volt a társaság, itt ragadtam, és azóta itt festek. Régen azért az épületszobrászattal foglalkoztam, úgy éreztem, hogy ebben a térbeli látás, ez megy nekem valamennyire, hát ugye ezeket a formákat ki kell faragni, vagy meg kell formázni, és akkor a festészet is tulajdonképpen egy kicsit, ugye amikor három dimenzióba próbálunk mondjuk síkba festeni dolgokat, akkor ez a fajta látás, ez szerintem előny. És akkor utána hát a legnehezebb az szerintem a színek keverése, az, hogy ránézni valamire, és ebben nagyon sokat segít a Zoltán nekünk, technikákba, ugye sok mindent tanulunk, nagyon sok, nem csak egyfajta, nem többfajta technikát próbál velünk megismertetni. És hogyha valamit így lát, amit rosszul csinálunk, akkor egyből ugye tudja javítani, tehát így tudunk fejlődni. Sokfajta stílussal kell megismerkednünk, ezt általában Zoltán mondja, tehát hogy őnek is van egy ilyen tanmenete, amit hát mindenképp szeretne velünk elvégeztetni, olyan munkákat, ami ugye a későbbiekben ugye fel tudunk használni, és hát emellett mindig teret ad annak, hogyha valamit mi nagyon szeretnénk megfesteni, megbeszéljük, és hogyha úgy látja, hogy ez a mi hát szintünknek megfelelő, akkor ezt hát megengedi, és akkor közben segít is, meg elmondja, hogy ennek a technikának mi a nehézsége, mire kell figyelni, és hát ott van jelen nyilván mindig velünk. Brunner Rezső János hozzátette, a különböző technikák elsajátítása mellett a festőiskola révén új barátságok is kialakulnak, így egy-egy foglalkozás mindig jó hangulatban telik. Végig szoktunk viccelődni, hát ugye a festészet az nem jár nagy mozgással, egy helyben ülünk, mindenkinek van egy kis témája, ami történt vele, el tudjuk mesélni, meg tudjuk beszélni, tehát ilyen értelemben ez egy elég ilyen társas foglalkozás, hogy nem csak a festészetről szól, hanem a barátságról is, meg ismerjük egymásnak azért nagyjából a problémáit már, aki elmondja, hogy ilyen szempontból tudunk egymásról elég sok mindent. Vágó Zoltán kitért rá, a jövőben is szeretne még több technikát megtanítani a növendékeknek, így például az olajfestészet mellett a pasztell és ólomüveg képek készítését is szeretné átadni. Szeretnék még sokáig tanítani, nagyon élvezem a tanítást, és szerintem a tanítványok is érzik ezt, hogy örömmel adom át azt, amit tudok. Tehát mindig van olyan is, amit én tudok tanulni tőlük. Például emberséget ők tanítanak nekem főként, és a kapcsolat kialakítása bármilyen más emberrel nagyon érdekesen alakul. Tudnék, annyira különbözőek vagyunk, hogy nincs olyan, hogy egy társaság teljesen egyforma emberekből áll. Úgyhogy mindenkinek más a problémája, mindenkinek mások az érzései, és ezt valahogy összegezni kell, és próbáljuk olyan konszenzusra hozni az órák alatt, hogy mindenki jó barátságban tudjon lenni a másikkal. Ez talán az egyik legfontosabb rész. A kiállítás megnyitón zenei produkciójával Barta Tibor, Megyesi Béla, valamint Benkő Albert is közreműködött, akik a Republik együttes Szeretni valakit valamiért című slágerét adták elő. Minden út körbefut, béke van, felejts el minden háború. Oh.
Június 4-én új időszaki kiállítás nyílt az Erdős Rönéházban. A tárlat Makovinyi Zoltán fotóművész 51 képét mutatja be, melyek többségében a természetben készültek. Az eseményt Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő nyitotta meg, Kerényi Eszter Lilla pedig fúvolán működött közre. Kerületi kötődésű Makovinyi Zoltán fotóművész képeiből nyílt új időszaki kiállítás az Erdős Rönéházban június elején. Az esemény megnyitóján Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében az alkotó munkásságát méltatta. Azt állítja a rájellemző szerénységgel, hogy a jó fotó elkészítéséhez 99% szerencsére és 1% tudásra van szükség, de az az 1% nagyon komoly felkészülést igényel. Ez benne meg is van, és hát látjuk, hogy a természetfotózás különleges téma, akár a terepi hátteret, akár a technikai részleteket kell ismerni nagyon magas szinten, és ez Zoliban és barátaiban, többi természetfotósban, akikkel csoportos kiállításokat is szoktak tartani, ez bizony megvan, de én még valamit érzékelek, azt a mindenképpen szükséges és számomra tiszteletre méltó alázatot, amellyel közelít a témáihoz, és ez nem csak azt jelenti, amikor a sárban kell feküdni egy négyzetméteres leshelyen egy egész napon át, hanem azt a tiszteletet, amely a természeti vagy teremtett világ kincsei felé megvan benne, és talán bennünk is. Azt állítja magáról, hogy stichje van, mert stich kell ahhoz, hogy az ember képes legyen mondjuk egy egész napig feküdni bizony egy-egy ilyen leshelyen, hogy feltűnjön az alany, aki lehet egy ritka madár, vagy éppen két egymásnak szerelmet valló csiga, akiknek a nászát egy szúnyog zavarja meg az egyik képen. Mert hogy a humor is visszatérő, nem csak a címadásban, hanem a pillanat megragadásában is, úgy látjuk, hogy Zoli a humor eszközével is gyakran él. Makovinyi Zoltán középiskolás korában kezdett el érdeklődni a fotózás iránt. Kezdetben analóg technikával dolgozott. Akkor kezdtem el analóg technikával, igazából akkor nem is volt még más, hogy fekete férfényképekkel foglalkozni. Amikor láttam a képeket, ugye előhívattam a képeket, úgy voltam vele, hogy nem mindig tetszett az, amit megkaptam, ezért elkezdtem inkább saját magam előhívni a filmeket, és utána meg lenagyítottam a fényképeket. Úgyhogy sokkal inkább az én ízlésemnek megfeleltek már azok a képek. Nagyjából innen indult el, de hát ez már történelem. Van egy-két olyan magyar fotográfus, mondjuk Vizúr János, akinek a munkáit nagyon szeretem, de követni nem követek senkit, mert az csak egy utánzás lenne. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját maga útját kell kitaposni. Természetesen inspirálódni kell és lehet is más alkotók munkájából. A művész leginkább az élővilág és a környezet szépségei inspirálják, éppen ezért a tárlaton látott fotók jellemzően természetben készültek. A kiállítás két szintet betöltően tárja az érdeklődők elé Makovinyi Zoltán 51 darab fotóját, melyek között fellelhetők színes és fekete-fehér fényképek is. Jellemzően természetfotóval foglalkozom, hogy a természet maga szép. Úgyhogy minden percben, minden pillanatban újat tud mutatni,
gyakorlatilag a csodák ott születnek az embernek a szem előtt, úgyhogy az maga inspirál, hogy amit magam körül látok, de ez bármikor, hogyha megyek egy autóval, látok egy felhőt, vagy bármi, egy olyan fényjelenséget, akkor már egyből elkezdek gondolkodni. Ha lehetőségem van, akkor meg is állok. Nagyon sokszor volt olyan, hogy már tudtam, hogy merre megyek, és arra volt éppen egy tanya, egy ilyen régi elpusztult tanya, például egy vihar után láttam ezt a gyönyörű, mély kék eget, sütött már a nap, szivárvány megjelent az égen, úgyhogy nagyon sok ilyen emlékem, illetve ötletem, illetve tervem is megvalósult. Fekete-fehér képeknél az ember ugye nem tud legfeljebb a tónusokkal játszani, és sokkal inkább rá tudja vezetni a nézőt az igazi információra. Egy színes képnél ugye a színek dominálnak jellemzően, illetve a kompozíciós természetesen, de ott egy harsány kép, ugye mondhatni gicses ilyen színparádé, az el tudja azért vinni a témáról, a lényegről, a tekintetet tényleg csak annyi lesz belőle, hogy hú de szép, hú de jó, és akkor majd lefényképezem a mobiltelefonon, és kirakom a háttérképnek. De egy fekete-fehér képén a mai napig úgy gondolom, hogy nem azért, mert ettől lesz az ember művész, hanem akkor tud nagyon sok olyan mondani valót átadni a nézőközönségnek, ami számára is fontos. A fotóművész egy-egy képe elkészítésének folyamatáról, valamint a számára leginkább kedves munkáinak részleteiről is beszámolt. A kép készítése az nem úgy kezdődik, hogy lehajolok és kattintok. Gyakorlatilag a kép az egy tervezés után történik meg. Elképzelek egy felvételt, elképzelek egy képet, megkeresem azt a helyszínt, illetve ha már ismerem a helyszínt, akkor elmegyek. Ugye megfelelő napszakokat kell kiválasztani, természetesen ez a természetfotóra értendő, mert ott mindig adott fénnyel, adott környezeti eszközökkel dolgozunk. Ugye a természetfotónak talán a legfontosabb tulajdonsága, hogy semmilyen szinten nem módosíthatjuk a környezetet, nem manipulálhatunk semmit. Ezért nem két-három szó ez, de szóval ez így működik. A másik, hogyha viszont egy portrét vagy bármit, ott meg nagyon sokszor inkább a hely és a környezet adja meg a pillanatnak a varázsát, és úgy azt próbálom majd elkapni. Amikor az ember elkészíti a képet, mindig az a kedves neki. Nagyon sok olyan kedves képen van egyébként, hirtelen 8-10 csak itt körülöttem van, amit meg tudnék határozni. Például, ami a meghívón szerepel Vöröshold, illetve mellette van, ahol lesz a megnyitó beszéd, ott lesznek az a főfalon két kép, a másik egy Kötpaplanba című képem. Annak az érdekessége az, hogy a két kép körülbelül negyed óra különbséggel készült, és teljesen más képi világot mutat. Azért is szeretem egyébként, mert a nemzetközi pályázaton mind a kettő magas értékelt díjazást kapott. Makovinyi Zoltán elmondta, jelenleg a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének megmérettetésére készülnek a Bársony István Fotóklubbal. A klub már abban a formájában, ahogy régen a Vigyázó Művelési Házban működött, már nem működik. Most kicsit ilyen underground az egész, ugye már keret szervezet nélkül működünk, összejövünk a alapító tagokkal, így fényképezgetünk, átbeszéljük képeket, kiértékeljük őket, és akkor a közösen kiválogatott képeket elküldjük egy-egy ilyen pályázatra. Az Erdős Rönéházban bemutatott portrékat és természetfotókat felvonultató kiállítás megnyitóján Kerényi Eszter Lilla Fuvola művész is közreműködött előadásával. Thank you.
június 8-a és 10-e között rendezték meg a 31. pünkösdi kórus találkozót a Rákos Csaba újtelepi Árpádházi Szent Erzsébet templomban. A már hagyományosnak számító eseményen idén több mint 20 énekkar lépett fel. A számos helyi formáció mellett Szlovákiából, valamint Rákosmente horvátországi testvérvárosából, Lovranból is érkeztek énekesek. A háromnapos rendezvényt június 8-án a program fővédnöke, Horváth Tamás polgármester nyitotta meg. A záró előadást pedig dr. Füzesi Péter alpolgármester, valamint Virág Mihály önkormányzati képviselő egyaránt megtisztelte jelenlétével. Június 8-án a pandémia által okozott két évnyi kényszerszünetet követően újra sor kerülhetett a pünkösdi kórus találkozóra. A háromnapos rendezvényt hagyományosan a Rákos Csaba újtelepi Árpádházi Szent Erzsébet templomban tartották meg. Az immár 31. alkalommal életre hívott eseményt a program fővédnöke Horváth Tamás polgármester nyitotta meg, aki beszédében egyebek mellett a kórusban való éneklés közösségépítő erejére, valamint pozitív élettani hatásaira hívta fel a figyelmet. Itt vagyunk ismét, és a pünkösdi szellő az ének szavával, a zene erejével újra átjárhatja szívünket, lelkünket, éteri magasságban emelhet fel bennünket, hidat építve a menny és a föld közé. Igen, a zene híd, amely nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. Úgy emlékszem, Isaac Newton természettudós írt arról valaha, hogy az emberek túl sok falat építenek, és túl kevés hidat. Építsünk hát hidakat, kössük össze mindent és mindenkit. Hogy egyek legyünk, egy-két cselekedjünk mindannyiunk javára és boldogulására. Most pedig hadd szóljak néhány szót a kórusokhoz. Tisztelt énekkarok, szeretnék köszönetet mondani a kórusoknak, hogy elfogadták a meghívást. Ők tudják azt, amit számos kutatás is kimutatott, hogy kórusban énekelni, együtt énekelni nem csak öröm és boldogság, de az egészséges a test és a lélek számára is. Hogy miért? Az közismert, hogy a kórusének közösségérzetet ad, de azt talán már kevésbé, hogy az éneklés szabályozza a szívritmust, csökkenti a stresszt és a depressziót, javul a szociális közérzet, és ezzel együtt tovább is élünk. Érdemes tehát énekelni, és kívánom ezért magam is a résztvevőknek, hogy leljenek boldogságot abban, amit szeretnek, daloljanak még sokáig maguk és mások örömére. A kórus találkozó első két alkalmával főként kerületi kötődésű ifjúsági és gyerekkórusok adtak számot tudásukról. Június 10-én a program folyam záróestjén pedig a felnőtt művészeti csoportoké volt a főszerep. Nemzetközi esemény lévén ezúttal is érkeztek énekesek a határon túlról, egyebek mellett Rákosmente horvátországi testvérvárosából, Lovranból, de akadtak olyan fellépők is, akik első alkalommal látogattak el a 17. kerületi rendezvényre. Hát Szlovákiából Ipolyságról érkeztünk, Ipolyság egy határmenti város, a magyar és a szlovák határon található. Először vagyunk itt a pünkösdi kórus találkozón. Mi már a házigazda kórust egyszer vendégül láttuk Ipolyságon, és most meghívtak viszont minket erre a találkozóra. Mivel készültek a mai rendezvényre? Hát a mai rendezvény egyházi művekkel készültünk. Van köztük pünkösdi kórusmű is, kettő is, és hát latinul, magyarul, még szlovákul is éneklünk egy kicsit. Béres Gábor hozzátette, nagy örömmel érkeztek a Rákosmenti kórus találkozóra, ugyanis, mint utalt rá az esemény, jó alkalom a kapcsolatok bővítésére is.
Bicskon azért is, hogy megismerjük egymást, esetleg új kapcsolatokat tervezzünk vagy szerezzünk. Az amatőr kórus mozgalomban ez így működik, hogy mindig találunk újabb és újabb kapcsolatokat, meghívjuk őket, és akkor hasonlóan visszahívnak. Nálunk is van Ipolyságon egy ilyen pünkösdi kórus találkozó, ezt viszont a mi kórusunk kezdeményezte, meg adventi kórus találkozó is van, és akkor így működünk, hogy mindig találunk egy vendégkórust, vagy Magyarországról, vagy Szlovákiából, és elsősorban ez a kapcsolatépítés, ez érdekel, másrészt meg persze megismerni, hogy milyen is ez a találkozó, mert mindenhol más, egy kicsit mindenki másképp csinál, másképp szervezi. Kórus 25 éves ebben az évben, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy fél évszázada működik, 1997-ben alakult, kezdettől fogva vegyeskarként működünk, körülbelül egyharmad férfi, kétharmad hölgy van a kórusban. Nagyon sok helyen jártunk már, tényleg külföldön is, elsősorban Magyarországon, de voltunk például Kolozsváron is, Romániában, illetve Szlovákiában is, szlovák lakta vidékeken is jártunk. Évente körülbelül 10-12 fellépésünk van, tehát lehet azt mondani, hogy havonta van egy fellépés. Heti egy próba alkalomban, 2 órát próbálunk egy héten. És hát a tagságnak van egy magja, akik már alapító tagok, de azért fokozatosan változik, van akik már idősebbek, azok nem járnak. Próbáljuk mindig fiatalokkal pótolni az eltávozott tagokat, ez viszont nem könnyű a fiatalokat megnyerni ennek a tevékenységnek, de nekem volt annó egy gimnazista kórusom is, egy ifjúsági vegyes karom, és hát most próbálom már azokat így visszacsalogatni, akik már egyetem után vannak, és visszacsalogatni a kórusba, úgy remélem, hogy sikerül picit az átlag életkort lejjebb vinni, mert már az alapító tagok 50 fölött vannak, néhányan 60 fölött is, úgyhogy ez egy örök megújulást igényel. A 31. pünkösdi kórus találkozó vendégei között voltak visszatérő fellépők is. A finn énekeket népszerűsítő Kalevala kórus a találkozónak már több éve aktív résztvevője. Malmos Edita kórus karnagya elmondta, a kezdetektől részesei a 17. kerületi eseménynek, minden évben nagy örömmel adnak itt hangversenyt. Nagyon szeretünk ide jönni, ez egy fantasztikus élmény valamennyiünk számára. Általában egy kórus találkozó az mindig egy közös muzsikálásnak egy lehetősége, és ilyenkor találkozunk más kórusokkal, meghallgatjuk egymást, és szeretjük ezt a kis templomot, jó az akusztikája, nagyon kedves mindig a közönség, fantasztikus munka, amit Anna Mária végez, úgyhogy azt gondolom, hogy jó itt lenni. Hát alapvetően egyházi műveket énekelünk, van benne ismeretlen szerző, középkorból származó kórusművek, Kodály János köszöntője, Alleluja, tehát minden, amit még az ünnephez is kapcsolhatunk, de mivel mi a Kalevala kórus és sokat énekelünk finnül, ezért egy finn művet is szeretnénk majd énekelni. Az idén 30 éves énekkar rendszeresen fellép Budapesten és vidéken, de az elmúlt években többször is szerepeltek egyebek mellett Ausztriában, Erdélyben és Finnországban is. Nagyon gazdag és nagyon tartalmas 30 év volt, nagyon sok szerepléssel, Budapesten is több alkalommal, minden évben, vidéken, többször voltunk külföldön, Finnország, Észtország, szóval ezt nagyon szeretjük. A kórus összetétel azt hiszem a mai átlag amatőr kórusokhoz hasonló, több a női énekes, ez most egy ilyen sajátos, de nagyon azt hiszem, hogy a kórusnak a hangulata, a légköre az nagyon baráti, és szeretnek ide járni az emberek, és ennek én nagyon örülök.
A háromnapos zenei programot a Rotunda Kórus Alapítvány szervezte. Annak művészeti vezetője Tótné Mózer Anna Mária elmondta, nagy öröm, hogy idén már megrendezhették a kórus találkozót, melynek múltja hosszú évekre nyúlik vissza. A pünkösi kórus találkozó eredetileg a két világháború közötti időszakra nyúlik vissza, akkor már feljegyzések vannak róla, hogy megtartották ezt a rendezvényt, még nem templomban, hanem a Rákospatak partjánál valahol volt egy szabadtéri színpad, és ott volt egy ilyen szép pünkösdi rendezvény, aminek kapcsán volt kórus találkozó is. A második világháború után nem folytatódott ez a hagyomány, és 1989-ben a rendszerváltás után, illetve a rendszerváltás évében kezdődött újra, és azóta minden évben megrendezett. A pünkösdi kórus találkozót. Hát az elmúlt két évben ugye kimaradt, éppen ezért 2020-ban készültünk a 31. pünkösdi kórus találkozóra, amit most tartunk meg, tehát ez 2022-ben a 31. pünkösdi kórus találkozó. A Harmónia női kar és a Rotunda énekegyüttes kórus vezetője továbbá hozzátette, mind a két művészeti csoport a legkedvesebb zeneszámaikkal készült a találkozóra. Elmúlt időszakban, hál' Istennek, mind a két kórusnak nagyon szép számú koncertje volt, és amikor elkezdtünk készülni a pünkösdi kórus találkozóra, mind a két kórusnál úgy döntöttünk a tagokkal, hogy az elmúlt időszak koncertjéből a legkedvesebb dalokat, amiket legszívesebben énekeltünk, azokat válogattuk össze, és így állt össze a mai napra a két kis repertoár. Hogyan látja, mi a varázsa ennek a pünkösdi kórus találkozó rendezvény sorozatnak? Mit visznek haza innen az érdeklődők, a közönség, illetve a résztvevő kórusok? Az egyik varázsa szerintem a hagyomány. Az, hogy tudjuk, hogy ez milyen régi múltra nyúlik vissza, és hogy milyen jó életbe tartani egy ilyen hagyományt. A másik, amit hazaviszünk, hogy ez egy igazi fesztivál. Hogy akik végigülik, vagy ha legalábbis sok kórust meghallgatnak, olyan zenei kavalkádot kapnak ajándékba, ami testet, lelket frissít. Én remélem, hogy sok zenész kollega is meghallgatja, végigüli ezeket a napokat, mert nagyon sokat lehet tanulni egymástól. Ez egy olyan intenzív három nap, körülbelül 800 énekes, 800 zenész fordul meg itt a három nap alatt, és ugye 24 művészeti csoport, hogy ez egy igazi zenei paletta. Én azt hiszem, hogy a zenészeknek fölír egy komoly továbbképzési jelleggel is, mert annyi ötletet, annyi csodálatos dolgot lehet látni és hallani, amiből mindannyian építkezünk. Ennyi volt mára a Kaleidoszkóp a Rákosmente Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!